Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, ez itt az GTA 5 érdekességek negyedik része, aki itt van velem, Izzi, szia! Ali! Na hát akkor folytatjuk, ugyanis a Tyúkos sziget mellett ebben a részben három darab víz alatti érdekességet fogunk bemutatni, ha csak nem előtte fölrobbanok, illetve összetörom a T-20-at. Azt úgyse tudja meg senki, mert újra lesz. Nem árulk el, hogy mi lesz, ugye az előző részben négy darab volt, jaj! Négy érdekesség, ebben a részben csak három fog beleférni. Izzi! 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 Gyerekek, mondjak valamit? Ez a köcsög vonat most 27 ezerembe került. Izzi, kérde szépen a kutya. Hát ezt nem hiszem el, a köcsög vonat és akkor jön! Halljátok, ez 27 ezerembe kerül a morcból, hogy mi nem egység. Hát ezt nem hiszem el. Fú, a tipikus rockstar személyiség. Húz... No! Ne azt írja, hogy no, izé, cucc. Ha te robbantottad föl? Milyen? Én nem robbantottam föl. Ne, nekem nem volt le pénzt. Hát lehet azért, mert most nem volt személy. Hát komolyan mondom, na szóval, skacok. Akkor most innentől megyünk Izzinek a T-20-ával, most ő fog vezetni, most kicsit... Ahogy az előző részben is mondtuk, majd a következőben lesz benne a bánya. Meg egy másik finomság, majd az később. Még majd meglátjátok, meg mi is eldöntjük. Na akkor... Itt vagyunk a legészakibb ponton. Egyébként, ha akartok ilyen víz alatti érdekességeket nézni, akkor van erre egy külön térkép, milyen volt. Van erre egy külön térkép, ami mutatja, hogy hol vannak ezek a pontok. Ó, Izzi, ez az oda. Mit csináltál? Mit csináltál? Nem bírtam ki, bocsi! Mit csináltál? Azt mondja, Juk... Mi? Beszólta nekem, mert bejöttem a földjükre, hallod? Jött eszembe a marihuana bokrokat is majd megmutatjuk, de nem most. Izzi, de mit csinálsz? De miért ugrottál ki? Most muszáj volt, nem bírtam ki, hogy csak úgy simán elmondod, azt oda megyünk. Tök jó. Bam. De tök jó! És nekem kell én oda. Hát ez nagyon epik, ez a tud a gyerek, nekem kell egy ilyen, kész. Én egyébként nagyon szeretem a klasszikus zenét, tehát az ember ki nem nézni bőlem. Azért is szeretem, hogy egy trombitáltam még a mai napig is. És ugye ott trombitán elég sok komoly zenét kellett játszanom, tehát Beethoven, meg Bach, meg nem tudom én mit. Bach nálam az egyik kedvenc, tehát meg Mozart, tehát egyértelműen. Elég sok ilyen klasszikus darabot kellett játszanom, azért is kedvelem ezeket, meg hát nagyon jó hallgatni, szerintem néha jó egyébként, így megnyugtatja az embert. Na jó. Hallom. Na most remélem nem fog kikapcsolni, mint az előző részben. Úszunk akkor. Izzi, itt két dolog lesz, vagy egy? Ugye itt egy... Szóval elméletileg két, csak egy. De az a poén, hogy ezt fel se írtam magamnak, csak Shasper kávéra tudom. Úgyhogy mert néha leberülök. De várj, de most akkor itt most egy lesz, vagy kettő? Én csak egy, a másiknál fogunk majd menni. Csak szerintem pont fordítva kellett volna, mindegy. Az a baj, hogy ez közelebb volt, mint amaz, ja. Tehát az lent van délen, tehát a legdélibb pontokon vannak azok. Aha. Amit majd meg fogunk mutatni, tehát egyszerűnek tartottam én. Így. És akkor az Zánkódon melletti cuccot meg sem nézzük. Egyébként tényleg komolyan mondom, gyerekek, ilyen több órás részeket lehetné igazából a GTA 5 víz alatti világáról csinálni, komplett David Attenborough sorozatokat lehetne csinálni, mert tényleg annyi minden van a víz alatt, legfőképpen ja, magyaráz a fogkövön, ja, mehetünk le. Gyere. Meg moszat. Hú, de jól néz ki, gyerekek, ászta. Ezt a sziklát nagyon bírom. Nem á, ott látok valamit. Valami US, jó ez. Igen. Aha. Ez a repülőgépnek a parka. De nem félreérteni. Ez egyik repcsi, igen. Na de tök, hogy egy gameplay-ben azt, aki terebrül, tehát ez is... És ott van a csont is mellette, tehát... Micsoda? Van egy ilyen bánacsont-szerűség, azt nem tényleg? Tudom, hogy itt van-e pontosan, ja, de ott szerintem van, ott van, ez ott van, az. Ott van, ott van, van. Még egy valahol, de azt nem tudom pontosan, annak majd egyszer után nézve. Egy lezuhant gépnek a... Parka, meg ez nem ez nem a bánacsont. Nem, ez nem, ez a repülőgépnek a része.
Igen. Ez a repülőgépnek a középső része. Ki. Gyere csak, itt a többi része a cuccnak. A repülőnek? Aha. Azt a minden gyerekeket, komolyan mondom, hogy... Mi? Neked is kikapcsolt a rebríter, mi? Hát kikapcsolt a... Hát nem értem. Hát gyerekek! Most nézve nálam kapcsolt ki, most meg nálad. Hát gyerekek, én ezen a játékon, én már nem lepődök meg. De értitek, megy lefele a rebríter, most már 5000-be kerül, igen, egy darab. És mégis megy le az életem. És mégis oh, itt egy csónak. Fú, melyek csónakkal? Azt ez meg azért van itt. Elmézet. Hát egy gyerekeket, egy ilyesmét, egy ilyen bugot gyere... Áááá! Na ilyenkor mondom a skacok néha, hogy vaj, föl húzni ez a játék. Ja épp igen, látjátok épp ezt ezért nem játszok vele már mostanában annyit, mert az olyan hibája annak sajnos, hogy már te egy kicsit idegesítő. Na, nem, látjátok nálam felé. Ezt a felső moszatokat, amik kimondottan így kiülnek a vízfelszínre. Na most ezeket kell keresgetni, mert általában ezeknek a környékén vannak az ilyen különlegesebb tárgyak. Hogyha ilyet láttok, na, akkor... Izzy, várjál, mert én még meg akarom nézni a többi részét. Hol van a többi része? Menj egyenesen még. Aha, itt a farka, aha. Na jó, nézem az életemet, hogy megy... Aha, megy le a tüdöm. Figyú, menj fel a vízfelszínére, és... cseréljem, és... aha. Ragd le meg vissza. Ó, azt mondja, hogy nálam az segít. Gear, és akkor újra föltesszük a rebrítert. Oké. Okay. Igen, elég hülye megoldás, a de... Most jó. Na, hol volt a farka? Szóval igen, ott a farka, és akkor itt lesz mindjárt a többi része a repülőnek. Igen, és itt, ahol én vagyok, itt már látszik. Azt én pont ki akartam mondani, hogy egy komplett ilyen Lost sorozat tulajdonképpen. Az a poén, hogy van egy easter egg, ami kimondotta a Lostra utal. Nem nagyon néztem azt a sorozatot, csak pár részt, tehát nem nagyon értem, hogy mi köze van hozzá, de... A lényeg az, hogy van a víz alatt egy ilyen búraszerűség, egy ilyen kis kabin, amiből fény áramlik ki. Nagyon nehéz lemenni, mert már pont ott van, hogy kikapcsol a rebríter is, meg, a, meg minden. Tehát nagyon gáz. Tengelatjáróval izi azt és, nem, az a poén, hogy az is kikapcsolok. És a lényeg az, hogy meg lehet közelíteni, és morze hangokat lehet hallani, és hogyha ott maradsz egy ideig és hallgatod a morze hangokat, akkor ki lehet a morzéból szedni azt, hogy let's go bowling, tehát ez valószínűleg nem egy ilyen, de ez egy poén Romerre, let's go bowling, és az nem messze van a víz alatt infótól, tehát ha nézzük a térképet, akkor utó és attól jobbra a fönten. Ez egy durván széttört ez a repülő. Aha. Na jó van, akkor gyerekek, ennyi lett volna ez a repülő, és még hátra van kettő, ja, egyébként én inkább megölöm magam, igen. Én is mindjárt, csak még meg akarok valamit itt nézni. No, hogy? Hogy állt a lábam? Na jó, fú, milyen sziget ez itt? Egyszerűen gyönyörű. Honolulu-ban, itt van, Honolulu-ban halad. Ó, pont egy, mint ha megölöm magam még egyszer, van. Akkor lehet, hogy más varak, nézzük meg. Nem tudom magam most megölni. Nem igazán. Hú, teket hol rakott? Itt vagyok, mindjárt megyek érted. Pont a kocsim mellé pakolt. Ó, volt, ez tök jó. Azért már most le fogunk menni gyerekek a legdélebbi részére a szigetnek. Ugyanis ott igazából elmondhatjuk, hogy lesz még egy repülőgéproncs. És egy nagyon-nagyon jó kis dolog, amit most nem mondok el, mert szerintem az pont, hogy az így meglepetésnek szerintem, jó lesz. Szerintem akkor előbb a repcsit nézzük meg, ugye? Oké, itt pont itt ilyen izé, ja. Az emberek itt pont itt partiznak, szerintem mindjárt beállok ide. Sziasztok, sziasztok, GameZone a király! Jó, aha, szevasztok, igen. Jó, ó, az a kis szőke kislány itt, gyere csak ide. Jaj! Seriously, dude! Jó, húzzunk innen, mert kihívják a rendőrséget. Igen, gyorsan, megvernek! Nehogy vernek, meg hagyjunk. Törtem azért. Na oké, most gyerekek, hagyjuk akkor a... mondom, annál a vonatos dolog nem volt tehát még fajilag, tehát gameplayben, nem azért? Igen. De elmegyünk egy szűk helyen, nem lehet kimenni, jobb egyébként vissza lehetett vonat alatni, és itt ott jön egy rohadt azért vonat. Anál vonat, teszem hozzá. Jajj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 aj
Amikor most megálltak, akkor megyünk is.
ez a forrasz meg. Mit csinálsz itt, ja? Dudálj rá! Screw you! Most végighallgatjuk. Olyan rossz, hogy nyomni kell a gombát, és közben úgy kell, ugye le kell nyomni a gombát, és úgy kell kanyarodni, ugye, mert csak úszod oda. Arról igen. Az a poén, hogy én is azért nem tudok gyakran vezetni, mert nyomom a dudát. Jó, ezt belerakták az otthonak főleg. Ó, de olyan rossz, nem tudom úgy, nem tudok úgy kanyarodni, hogy ugye a gomba le van nyomva. Ugye alapból azzal kanyarodok. Na! Hát az, hogy itt besötétedett, de ugye szerencsére a víz alatt annyira nem... Nem tűnik össze. Víz alatt nem azt nem szoroz. Látsz, hát azért kicsit számít, de... Nem sokat. Szerintem mindent látni fogtok. Mi itt ebbe a géten, 5-be. Szóval tényleg tök jó, hogy ennyi érdekesség van a játékban, mert... Tényleg komplett ilyen több órás dolog az, hogy az ember ezeket fölfedezi. Szóval tényleg ez a David Attenborough az most már tényleg elmehet. Hát nem ízi, hát most a mi érdekességek részeinnél szerintem nincs izgalmasabb. És még az is meg van csinálva, hogy hogy a alagútban nincsen GPS jel. Azért hiányzik az a régi GTA 4-es cucc, amikor kijöttél az alagútba, akkor ugye elkezdett a telefonod így keresni a jelet. Igen, volt olyan rész. De ez csak single-be? Nem, multiban is. De multiban nincsen telefonod, vagy van? De, van multiban is GTA 4-be telefon, ne viccelj. Mindig volt ott egy versenyünk, ahol ott átjöttünk, tudod, egyik szigetről a másikról, én víz alatt ilyen alagútba. És ott, hogy kijettél, és akkor és akkor mindig lehetett hallani a telefon. Nagyon jó volt. Azt hiányzik igazából. Vigyázz! Ezt a szemetet! Ezt a rosta barmot még ma kinyírom. Hát nem! Itt ebben rakod a barmat! Gyerekek! Én vissza fogom adni a GTA-mat a Rockstar... Nem vissza fogom adni a GTA-mat a Rockstar-nak! Visszaküldöm, hogy hát csak ezen még azért lenne mit még dolgozni. Hát de nem igaz, hát ilyeneket beakad. Köszönjük, remek volt a beta teszt, várjuk az alatt. Igen. Na itt egyébként tényleg az a zavaró volt a játék, hogyha most már kicsit beszélünk róla, hogy kijött a játék, tök jó volt. Kijött az Égető Games part 1, oké, az úgy tök jó volt. Kijött a part 2, és minden laggol, akadozik, lemegy az FPS, és nem értem, hogy ezt miért kell, szóval hogy lehet elrontani. És azóta már kaptunk egy patchet, de nagyon picit javított rajta, de amikor lövünk, jobbozunk, ugye hiszteknél, és annyira akad gyerekek a játék, hogy ami eszméletlen. Minigunnal is alőszerűen, élvezhetetlen sajnos. És jó, hát a Rockstar nem nagyon, hozzá. Nem tudom, hogy mennyire dolgozik rajta, lehet, hogy tökre dolgoznak, csak mi ebből nem veszünk észre semmit, mert jelenleg semmi nincs. Hát az a patch óta semmi. Hát igen, azt az én mondjuk látom, hogy folyamatosan a szervereknek változik a sorozat száma, de hát ki nem tojik rá, hogyha... Itt is vagyunk, skacok. Itt volt egy kis vágás, gyerekek, arról van szó, hogy vettünk föl Dirt 3-as videót, meg ugye több részt is igazából félterányi hely megtelt, és leállt a Frebs, hál' Istennek csak itt nem messze ugye a város elején. Úgyhogy csak egy-két perc veszett el a videóból. Na de mindegy, az lenne, hogy itt vagyunk ugye itt a kikötőnél. Tök szép egyébként a kikötő meg a víz is. Úgyhogy tényleg ilyen szempontból nem lehet a játékra panasz, hogy a játék ronda lenne, és megint a nagy hullámok. Szóval hát még az a jó skacok, hogy van több vinyom, ugye, van az adatok nevű vinyom, ugye, ami adatok vannak, de most azon is van félterányi hely, úgyhogy szerencsére azon volt. Egyébként gondolkodok azon, hogy azt az 500 gigabájtos videók vinyót egy ilyen 1 terabájtosra leváltom, és akkor lesz 3 darab 1 terabájtos, mert hát az a helyzet, hogy ugye Frapszel veszem, és ugye 60 FPS, és ugye azt mondja, hogy itt ugye több 100 gigáról beszélünk, ami elég hamar megtelik. Na, akkor skacok, jön a videónknak a második része, ahol ismét itt is egy repülőgép roncs, gyerekek. Aha. Azt a mindenit. Jó, hosszú. Azt a hosszú. Mindenit, hogy ott a turbina, ott a hosszú szárnya. Nézzük már meg, hogy mik estek itt ki. Hát ez nagyon ketté tört, gyerekek. Ez nagyon ketté tört, és mik vannak itt lenn? Nem, itt egy bőrön, figyeld már. Itt minden van. Csss, izics. Elapallottam valamit.
Aha. Én is. Valaki. Hallottátok? Nem, valami előbb volt egy kizé kalapácsolt valaki, nem? Igen, olyan hangja van, mint hogyha ütnének valamit. Húra, itt a másik turbina nálam. Húzok föl, hallod. Ne félj, csak esküszöm, félek itt a víz alatt ilyen este, ilyen... Fú, nem tudom, kicsit kirázott a hideg. Mondom, gyerekek, akinek van hozzá idegrendszere, az hangosítsa fel a játékot. Na nem, hogyne. Single-ben merüljön le. Igen, hogyne. Mert ott még cápa is jöhet. Nagyon jó. Van egy plusz élvezet. Cápa, bána, minden, amit akartok. Egyébként és át akartam eltenni a vinyót, hogy arra vegyem, meg gondoltam, hogy meg fog lenni, csak elfelejtettem, de tényleg visszanéztem másra, tényleg csak itt a... Hoppá. Mi van? Indítom a következőt. Indítod? Jó, hogy az nem itt van! Igen, a következő az már nem itt van. Ja, jó, hát én meg itt megyek itt a izé befele, majdnem ott voltam Hawaii-on. A következő az nem más út van, mint... Ó, ide kirakott. Hát téged is. Ah, ittam is a kocsimat. Egyébként ez ilyen GTA 4 feeling, nem? Ez a kikötő, ugye ami itt van a harmadik szigeten, nem tudom, olyan feeling, amit hogyha ott teljesen ott lennénk, izé vezethetem? Vezetheted. Gyere. Na gó, úgyhogy még egy repülőgép roncs, ami nem ez tudjuk, már nem hogy repülő, mi ez és már a mi meglepi. Volt. Na a meglepi gyerekek, ez egy annyira jó dolog, hogy vannak benne. Ugye mert repülőgép roncs az tulajdonképpen az egy ilyen, tehát nem azt tudom, hogy természetes dolog, mert nem természetes, hogy ott van a víz alatt, de hát hogy előfordul, lezonnak repülőgépek. Ez úgymond ilyen van, de mindjárt olyan dolgot mutatunk, ami annyi, ilyen tulajdonképpen ilyen kuriózum. És igen, ez egy ilyen régmúltból visszamaradt benni. Kis roncsocska, de nagyon jól néz ki. Nagyon jó, úgyhogy. Hát csak az, hogy tényleg elfelejtettem, elnézést, hogy elfelejtettem. Ja, egyébként... Nem baj, ami véletlenül kimaradt, azt nálam látják. Ja, izinél viszont igazából annyi volt, hogy megálltunk kicsit az autópályán lövöldözni, mert egy bunkó belém jött. Hát kicsit ott elkezdtünk ott ilyen izgulni. De még jó, hogy észrevettem, hogy nem megy a felvétel, ugye ilyenkor a felepsz piros. És nézem, hogy itt már úszok befele, aztán sárga. Egyből tudtam, hogy mi a baj. Hát durván az 500 GB-os videó 108 MB szabad hely van. Ahol néztem, és úgy néz ki, hogy 108 MB-ra nem fért még rá egy másodperc se. Szóval azért képzeljétek, hogy milyen, ugye a Fraps tényleg elég sokat megeszik, ugye 60 FPS. Hát tulajdonképpen 60 FPS-be egy GTA 5-ös party, ami másfél órás, azon 400 giga. Itt én előjél. De ugye tényleg azért hiszem Fraps-el, mert hogyha bármi kifagy, bármi tényleg gond van, a Fraps az megtartja a felvételt, mert előfordult ma, hogy emiatt szívtunk. Na jó, hát akkor izivel megyünk itt nem tudom merre. Én meg viszont action párti vagyok, itt jobbra föl. Az action is egyébként megtartja, szóval az is jó. Igen, az action is nagyon megbízható program, nem de én meg ott utálok exportálni, szóval összeget, én ezt szeretem. Hát figyelj, inkább bírom az exportálást, de akkor tényleg megbízható program, ami kicsiben ment, hát és imádom. Balé! Imádom egyet. Jobban a kocsiddal? Igen. Csak ne menj a vonat elé. És az a durva, hogy ma még egy videót föl kell vennünk, gyerekek. Úgyhogy... Oh, azt a mindenit! Ó, oh, jaj! Jogi! Nem ma kezdtem. Azt a mindenit, gyerekek! Nem micsoda! Szóval, gyerekek, itt az összes ügyon megfogta el. Jó, hogy nem meg... Még a SSD-re is vennem kell föl valamit. Lassan ott tartunk. Jaj! Ne! Hát bocsiz ide. Hát kijön ez itt, kijön ez? Látom. Hát, ott profi vagyok én, de fölállok ide ennyi. Jó, de miért te oldaladon szállítod ki? Na jó, gyerekek, itt vagyunk egy öbölbe. Amiből nem sok van itt a GTA-ban. Ja, igen, még miért írnátok, hogy nem nézte a közelbe, van egy barlang, na most sajnos az PC-n bezárták, ahogyan néztem, elmentem oda megnézni, de nincs már meg. Nem tudom miért. De mostában gonoszkodnak. Rockstar-i? Hát ez itt is van igazából a közelben. Úgyhogy doppelgés kérek ott a háttérbe, pörögjön a dob, szóljon és a zene. Úgyis egy olyan dolog jön, ami annyira... Egyébként én még én sem láttam. Azt a mindenit, gyerekek, hát ez... Ez egy régi gőzhajó. Ezt nézzétek meg, ez zseniális, ez valami... Hát, ez nagyon jól néz ki, gyerekek, ezt nézzétek. Biztos egyébként, hogy az? Hát nézd meg azokat a hatalmas kerekeket, és itt a gőztucnak a tartája.
Ja, hogy ez az egész egy nagy izégőzhajó. Aha! Tudod, az a régi fajta, igen, amit igen, a... igen. Oh, megint nem működik a replíterem, nézd csak meg a tiédet. Nekem megy. De jó, hogy észrevettem, gyerekek. Hát nem tudom, mostanában szorakozok és kacok ilyen a rebreather. És az a durva, hogy a rebreather megy le, és még az életed is megy le, szóval azért kompenzálnám. És ráadásul drága most már, mert amikor 5000-be kerül. Akkor úgy voltunk vele, hogy oké, hát... Szóval én most eddig 60 000-et szórtam el. Csak azért majd ide lejöttünk egy kicsit. Ez tényleg egy régi gőzhajó, gyerekek, és milyen jó, és mekkora, gyerekek! Két nagy ugye ez a... Lap, egy, ugye, hogy mondják ezt, ez a, ugye ez a hajtó mű mondhatjuk, ugye, ami hajtotta két oldalt, ugye. Hát hihetetlen, az ilyen 1800-as évek. Igen, az igazi vadnyugati filmekben lehet olyat látni, hogy ezek szelték át a vizet, és ezeken voltak a különböző kártyapartik, versenyek. Az úri emberek ezen utaztak, tehát nagyon jó, és drága is volt rá, hogy... Azt a minden gyerekek, és hogy került ez ide? Tehát nem minden napi látvány így ilyen. Hát nem tudjuk. Hát valószínűleg látszik, itt hogy... horgonyzott és elsüllyedt, tehát ezeknek volt azért problémája, például random föl tudtak robbanni. Jó, hogy ez itt a gőznek a... Mit mondta ez? Igen. A tartály? Aha. Igen. Az a nyomás tartály. Jaj, még a szelepek is látszanak, nagyon jól megcsinálták. Azt a minden, hát előfordult ilyen régen, hogy elsüllyedt. Mik lehet azért, mert én voltam rajta. Úgyhogy nagyon jó tényleg, hogy vannak benne ilyen dolgok. Mert persze egy ilyen új repülő az nem olyan nagy szám szerintem, de egy ilyen régi gőzhajó az nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Tényleg ilyen Attenborough-ok vagyunk már lassan. Mondjuk izinem. Az véletlenségből nem csak állatokkal foglalkozik? David meg Attenborough. Ja tényleg. Na mindegy, hát nem. Hát mi is állatok vagyunk, szóval mindegy. Szóval az a lényeg, gyerekek, hogy ennyi lett volna a negyedik rész az érdekességekből. A következő ötödik részben jön egy nagyon durva rész, hiszen mi lemegyünk a bányába. Megmutatjuk a bányát nektek. Amit mondtátok, hogy most már legyen meg, hogy hol van. Szóval a következő részben az fog következni. Hú, de jó egérrel kicsit így körülnézni. Marig várom, hogy levegyék a gipszet, szóval... Igen, tehát még ennél a résznél is fenn volt a gipszem. Izzy, ne bánts! Ne bánts! Szóval, köszönjük szépen a figyelmet, nézzetek meg ezt a videót majd Izinél is. Szerintem mindjárt megütöm. Ezt váltok már meg, míg leütöm, gyere föl! Gyere vissza! Szétverlek. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan jövünk egy újabb része és a bányával. Sziasztok! Sziasztok! Jó.